Mai napon postán kaptam 2 darab varázsfőzet kaparós sorsjegyet. 2 külön videóba fogom lekaparni. Az első videóba lekaparom a 006-os sorszámot. Szerintem a szabályokat már mindenki tudja, de valaki nem. Akkor itt a pirosba, ebbe a négybe, ha 4 egyforma számot találunk, akkor ez a nyeremény. Ha itt 4 egyformát, akkor ez. Ha itt pedig 4 egyformát, akkor ez. Soronként a 3 egyformát találunk, akkor itt találjuk a nyereményt, ha pedig a villámszimbólumot, akkor az összes kaparófelület alatti nyereményt megnyerjük. Kezdjük itt. Ez egy 30-as, 41-es, még egy 30-as. Ez nem nyert. Első főzet, nézzük a másikat. 33, 45, 32, 47. Itt se. 38, 13, 36, és egy 20-as. Ez se. Jó lesz a 3 egyforma szám egy sorba. Első 19-es. 10-es, 15-ös, ebben nem, nézzük a másik sort, 39, 25, még egy 30-as kéne ide, nem, az nem lett, 44, 17, 27, 42, 42, nem, már kijött a különböző bridge, azért végigkaparom. 42, 10-es. Hát valószínűleg akkor itt se fog már olyan kijönni. 3 egyforma, két különböző betű van. 1X, valahol lesz még egy háromik különböző betű. Harmadik betűt nem találom, de nem is ez a lényeg. Ez a sorsod most nem nyert. Itt a második postán kapott varázsfőzet, az első nem nyert. Nézzük meg, hogy a másikkal lesz a szerencsénk. Ez 048-as sorszámú. És a piros főzetnek a nyereményét biztos nem nyerjük meg, mert 4 különböző számunk van hozzá. Nézzük a sárga főzetet, meg lesz-e. 2.30-as már van, lesz egy harmadik. Van. Vagy egy negyedik is. Hoppá. Ez már nyert. Mert a végén kaparom le, hogy mennyit nyertünk. Második názőrnél egy 14-es, egy 25-ös, egy 35-ös, és egy 12-es. Nézzük, hogy lesz-e 3 egyforma, vagy lesz-e villám szimbólum. 38-as, 2 van. Itt nem. 44, 36, 26, a második sor 17, még egy 26, nem? 14, 48, 32, 11, és 38, itt se, 13, 31, 42, 12, nem? Egy 30-as, egy 15-ös,
34-es, 37, 25. Nézzük. Ezt itt még egy 30-as. Nem. Két 30-as, két 10-es, 35-ös. Itt van egy 12-es, egy 42-es, egy 48-as, 34-es. És itt egy B betű, itt egy másik B betű. És a nyereményünk 2000 forint. Ez a sors, hogy visszahúzta az árát.